A minőség biztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank, Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért. A Dunaújvárosi Szent Pantaleon kórházban három dologra igazán büszkék. A 24 órán át elérhető epidurális érzéstelenítésre, az átlagnál alacsonyabb császárfrekvenciára és a folyamatosan emelkedő születésszámra. Lelkiismeretesen mindent megadunk, hogy a legjobb ellátásban részesüljön úgy az anya, mint az újszülött. És a visszajelzés sem maradt el, hiszen 2011-ben az év szülészete választáson 72 szülészeti és nőgyógyászati osztály versenyében a 6. helyet szerezték meg maguknak. Ez a szép és korszerű körülményeknek, a kórházi személyzet lelkes odaadásának és figyelmének köszönhető. Például, ha valakinek hosszan elhúzódó fájdalmas vajudása van, az különböző fájdalmakat enyhítő módszereket vehet igénybe. Minden szülőnőnek megajánljuk a fájdalomcsillapítást, választhat a fájdalomcsillapítás között. Az epidurál fájdalomcsillapítás, ami 24 órában elérhető. Amit az itt szülő nők egyharmada ki is használ. De a Dunaújvárosi Kórház mással is büszkélkedhet, hiszen a Szent Pantaleon Kórház büszke alacsony császármetszés számára. Akiknél azonban mégis műtétes szülésre kerül sor, egy újszerű módszert alkalmaznak. Mizsgáv Ladach, ez egy modern technika, ami kevesebb a szövődmény, kevesebb az utóvérzés, a lázas állapot, valamint könnyen mobilizálható a császármetszés után az anya. A kórház és a személyzet nagy híve a családközpontú szülésnek. A neves orvosokról elnevezett szülőszobákban a párok intim környezetben élhetik át ezt a jelentős eseményt, amire a várandóság utolsó hónapjaiban szülés felkészítő tanfolyamokon készülhetnek fel. Az apukák részvételének elsősorban a normál szüléseknél van jelentősége és lehetősége. Lelki támaszt nyújtanak a kismamáknak. Ez az apuka pedig már újszülött kislányának, Oliviának vonásait fürkészi és rögzíti. A mosdatás és rutin ellenőrzés utáni első kézbevételt mi is megörökíthettük. Az Őssejtbank nevében sok boldogságot kívánunk nektek. Köszönjük szépen! Ő pedig már egy kétnapos baba. Mindenkinek ilyen szülést is kívánok, és ilyen körülmények között. Ildikó számára sokat segített a szülés felkészítőn tanultak alkalmazása. Eszébe jutott a megfelelő légzéstechnika és a segédeszközök fájdalomcsillapító hatása. A labdát használtam, azt nagyon sokat segített a fájásoknál. A szülés utáni teendőknél, főleg a szoptatásnál azonban segítségre szorult. De ez annyira természetes jelenség, hogy a csecsemős nővérek elsődleges feladatuknak tekintik az újdonsült kismamák ilyen irányú képzését. Igyekszünk segíteni a szoptatásnál, az újszülött ellátásánál, köldökápolás. Erős Éva csecsemőápoló szerint a családközpontú szülészet nagy előnye, hogy az apás szüléssel kezdődően, a roaming-in kórtermeken át, összeszoknak a családtagok, igen, és belekóstolnak az azt követő hétköznapokba. Azt hiszem, a Szent Pantaleon Kórház legnagyobb előnye az Évához hasonló lelkesedésű nővérek jelenléte, ami átragad a párokra is, még jobban emelve ennek a nagyszerű eseménynek a fényét. Munkámról pedig annyit, hogy nagyon szeretem, ettől szebbet el sem tudom képzelni. A minőségbiztonsága az őssejt megőrzésben. Sejtbank, Európa vezető őssejtbankjának tagja a jövő generációjáért.